elektromos ellenállás Ohm törvénye. Ebben a kísérletben a Husal ellenállását fogjuk vizsgálni egy Ohm mérő, digitális Ohm mérő segítségével. A digitális mérő multiméteren beállítjuk az ellenállás mérésének megfelelő tartományba, jelen esetben egy 200 ohmos mérés határhoz állítottam a mérőműszert, és az eszköz készletből elővettem egy ilyen húzalt. Ennek ez már eleve elő van készítve, a húzalok hosszát a fölhajtogatásból könnyedén meg tudjuk állapítani. A feladat szerint meg kell mérnünk a húzalnak az egyszeres, kétszeres, illetve háromszoros hosszát. Ehhez nincs más dolgunk, mint hogy egész egyszerűen a két kivezetésre a két érintkezőt ráhelyezzük, és a készülékről leolvasható a mért érték. Hogyha ez volt az egyszeres, áthelyezem az érintő, a mérőtűket a vezetéken, ahogy túlfut, továbbfut a kétszeres hozhoz, itt két szomszédos kivezetésre, ekkor pontosan kétszeres hosszúságú húzzal ellenállását fogjuk mérni, jól látható a mérőműszeren, hogy az ismert elmélet igazolni látszik. Ha elvégezzük ugyanezt a harmadik hosszúság esetében is, áthelyezzük a mérőműszert, és valóban leolvashatjuk a mért adatokat. Ebben a kísérlet második felében pedig meg fogjuk vizsgálni ugyanennek az ellenállás húzalnak, mi történik akkor, ha egyszeres, kétszeres vagy háromszoros keresztmetszetét vesszük, és ekkor hogyan alakul az ellenállás. Első esetben megint egy egyszeres hosszúságot, egyszeres keresztmetszetet mérünk, csak úgy, mint az előbb, a mért érték leolvasható a műszerről, jól látszik. Ezek után egy segítséget hívunk, és egy gyakorlatilag ellenállás nélküli húzzallal rövidre zárjuk a két kivezetést, ekkor párhuzamosan kapcsoltam itt két azonos hosszúságú vezetékdarabot. Mert ráhelyezem a mérőtű két végét a párhuzamosan kapcsolt kivezetés végére, és jól látható, hogy az ismert összefüggés szerint változik a húzal ellenállása. Ha egy harmadik szálat is bekötünk ebbe a párhuzamos kapcsolásba, magyarán ezzel a húzzal keresztmetszetét most már három szorosára növeltük, ismét elvégezzük a mérést, ráhelyezzük a mérőműszert, és valóban jól láthatóan mutatja a műszer az elméleti értékeket. Ezzel a kísérletet elvégeztük, a mért adatokat a munkafüzet megfelelő rovatába be tudjuk jegyezni, és meg tudjuk válaszolni az ott feltett kérdéseket.